Tisztelt gyülekezet, sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen szombat kezdési áhítatunkon. Az 591-es számú éneket keressük meg, és énekeljük együttesen. Már egy hétnek újra vége, 591-es. Az Úr, hogy leboruljunk, és megkérjük Verebi Gyöngyi testvérünket, hogy vezessen imában. Segítséget ér, vezetést, oltalmat ér,
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen ma esti alkalommal, az interneten keresztül jelenlevőket is üdvözlöm, és kívánom, hogy mindenki számára egy áldott szombatban lehessen részünk. Ma esti igei gondolatunkat a Bibliánk elejéről, Mózes első könyvének a 4. fejezetében szeretnék előjáróban két igeverset felolvasni, és pedig a Mózes első könyve 4. fejezetében a 8, 9 és 10. versek így hangzanak. És szól, s beszél vala Kain Ábellel, az ő atyafiával, és lő, mikor a mezőn valának, támad a Kain Ábelre, az ő atyafiára, és megöli őt. És mondta az Úr Kainnak, hol van Ábel, a te atyád fia? Ő pedig mondta, nem tudom, avagy őrizője vagyok-e én az én atyám fiának. Mondta pedig az Úr, mit cselekedtél? A te atyád fiának vére kiállt én hozzám a földről. Ezen igei leírás tudtul adja mi számunkra, hogy ki volt az első halott az emberek közül. Úgy is mondhatnánk, hogy ezután következett ennek, ezen cselekedet miatt következett az első temetés. És azóta is az emberek dermedten állnak a sírok előtt, és próbálnak túltekinteni a halálnak a kapuján, mondhatnánk úgy. De valahogy sehogy se sikerül az embernek, hogy túllásson ezen. Az egyiptomiakra, hogyha visszagondolunk, ők hittek egy halál utáni életben. És hát meg is tettek mindent, hogy különleges építményeket szerkesszenek, ahol legyenek folyosók, ahol legyenek szobák, szolgáknak és uralkodónak egyaránt, bútorok, fegyverek, netán még kocsik és szekerek is, és bőséges élelem hosszú időre, hogy hát a fáró a halál utáni életében is ugyebár jól érezhesse magát, kényelmes körülmények között lehessen. Ugyebár ilyenkor szokás volt az, hogy szolgákat is leöltek a fáróval együtt, hogy hát legyen, aki szolgáljon továbbra a halál utáni életben. Tehát az egyiptomiek ilyen formában hittek egyfajta halál utáni életmódban. És hogyha gondolunk vissza, először gondoltam képeket is, vetitek róla, de nem sikerült, hogy ilyen formában is előkészítsem. Ugyebár gondolunk a piramisokra, vagy a királyoknak a sírjaira, ugyebár sziklába vájt sírok ezek, egész királyok völgyében van egy ilyen fennmaradt régészeti egész rész, amiben beletekinthetünk, és ugyebár próbálták álcázni, próbálták elrejteni ezeket a sírokat, hogy hát ne rabolják ki őket, azok sorra sok kincsre vágytak, ami a királyokkal együtt került a sírba. De hát a sírrablók mégis megtalálták, a sírrablók mégis feltörték, hiába átszázták, őrizték, csapdákat állítottak, hogy hát megvédjék a sírrablóktól. Carter Howard régész, aki 1922-ben a Tutankhamon sírját találta, meg is tárta fel, akik még nem raboltak ki ezen sírt a sírrablók, és hát több száz kincset és drágakövet találtak, és a 18 éves fáró 4 külső és 3 belső koporsóban volt elhelyezve. És ebből a legutolsó, a legbelső, az egy arany koporsó volt, vagy szarkofág, és tele volt borítva különböző drágakövekkel és gyémántokkal.
Tehát miért is említettem ezt? Tehát az embereknek ilyen elképzelései vannak a halál utáni életről, ilyen sírboltokat, ilyen gazdag sírokat létesítettek, de ezeknél a síroknál sokkal fontosabb az a sír, amit a tanítványok kutattak át. Egészen más a kinézete, egészen más, talán egyszer majd tervezem azt, hogy egy kis sorozatot indítok arról, hogy jobban bebarangoljuk képies formában is Izraelnek a földjét, akkor majd talán többet láthatunk ebből, de egészen más volt a jellege és a kinézete. Ott nem volt aranyozott karosszék, ott nem volt aranyozott szekér, nem voltak díszkoporsók, hanem egyszerűen üres volt ez a sír. Lényegében ennek a sírnak van egy titka. És a titka pedig az, aki már nem feküdt benne. A korintusi levélben, így olvasom a 15. fejezetben, tehát korintusi első levél 15. fejezetében, a 3. és 4. vers azt mondja, és hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a 3. napon az írások szerint, és hogy megjelent Kéfásnak, azután a 12-nek. De még előtt a 3. verset olvasnám. Mert azt adtam előttökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a 3. napon az írások szerint, tehát 3. és 4. vers. Miért is fontos a mi számunkra és az ember számára ez a sírbort? Mi is történt itt lényegében? Tulajdonképpen ezen Jézus Krisztusi sírboltnak a titka nem más, az a tény, hogy az ember fellázadt, igaz, a jóisten ellen, és a halál útjára lépett. Maga a Róma belekhez írott levél is itt a 3. fejezetben, azt mondja a 23. versben, mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködtek az Isten dicsősége nélkül. Tehát az a tény, hogy az ember vétkezett, bűnt követett el, és ezáltal a halál útjára lépett, itt kell keresni ennek a sírboltnak a titkát. És lényegében Jézus Krisztus, tudjuk, hogy a halált az ő saját halála által győzte le, és nem csak a halált, hanem a halálon túl magát, sátánt is. És azt szeretné, hogy mi legyen az emberrel, hogy az ember pedig megszabadítsa a halálból. Krisztus meghalt azért, hogy mi élhessünk. Ez a csodálatos titka ennek a sírboltnak. Lement a sírba azért, hogy megoldhassa az emberek szempontjából a halál bilincseit. És ezt megtette. És mindenkit érint a bűn. Úgy szegényt, mint gazdagot. És Jézus mindenkinek felajánlotta a halálból való szabadulást az ő halála által. Ugyebár az ember nagyon sok mindent el tud érni. Nevelés által, önfegyelmezés által, igaz, az ő környezetében nagyon sok mindent ezen dolgok által el tud érni, meg tud változtatni, saját magát is meg tudja bizonyos fokig változtatni, környezetében is nagyon nagy változásokat tud előidézni, de mindenkinek a fő problémája mégis ugyanaz marad. Ezen az ember nem tud változtatni, ez pedig a halálnak a problémája. Akárhogy próbál önfegyelmet, akárhogy próbál mindent elkövetni, a környezetében is, a lényeges fő probléma nem változik, a bűn zsoldja, a halál. És előbb-utóbb mindenkire elhat. De a mai ember nem akarja elismerni azt, hogy lényegében az üdvösségre van szüksége ahhoz, hogy a halál árjától megmeneküljön. És nagyon sok ember ezt mégsem akarja elismerni, annak ellenére, hogy nagyon sokan rettegnek a haláltól. Sőt, nagyon sokszor az ember homokba dugja a fejét, úgy is mondhatnánk, ilyen struc politikát végez, és azt mondja, még ezen, ennek ellenére, hogy hát nincs is Jóisten, nem is kell hallgatni a Jóistenre, és sokan, az emberiség jelenlevő
élő tagjai közül is sokan nem fogadják el, nem ismerik el magát, az Istent. Hadd kiírtam itt egy egészen régi heti lapból, a 80-as évekből egy cikket, hogy nézzétek meg, kedves testvérek, hogy hogy is gondolkozik az ember. Idézem. Bizonyos értelemben a kereszténység személyes mindenható Istene századok óta haldoklik. Tehát így gondolják. A föld feletti uralmát veszélyeztetik a tudósoknak a felfedezései. Természeti csapásai ellen föltalálással megvédte magát az ember. Minden új orvossággal megoldotta az élet valamely rejtelmét. A 20. században úgy tűnik, hogy a technikai csodák szinte kiűzték az Istent a világegyetemből. Az egyik heti lap így gondolkozott a 80-as években. Nem tudom, hogy megint leírnák-e ezt. Mert a 80-as évektől eddig hány természeti katasztrófa volt. És hát mit tudott tenni az ember ellene? Hány betegség ütötte fel a fejét, és mit tud tenni az ember? Nagyon sok új betegségek ellen. És az, ez a merész kijelentés, hogy a 20. században úgy tűnik, hogy a technikai csodák kiűzték az Istent a világegyetemből. Rettentő merész kifejezés, de mégis azt mutatja, hogy nagyon sokan így gondolkoznak. Tehát ilyen gondolkodás miatt veszítik el nagyon sokan az Istenbe vetett hitüket. Elolvasnak egy ilyen cikket, és még el is hiszik, hogy ez így van. Egy keleti országban egy gazda a következőket mondta, hadd idézem ezt is. Azt mondja, régen elhívtuk tavasszal a papot, hogy áldja meg a vetést. De ma már nem szükséges, mert van műtrágya, meg traktor. Igaz? Tehát régen még az emberek sokkal másképp gondolkoztak, vallásosabban álltak hozzá még a mezőgazdasági munkához is, hogy oda is szükséges a Jóistennek az áldása, mert hát van Isten az égben. És hogyha nincs velünk, ha nem áld meg, de ma már minek? Igaz? Mert megoldja a műtrágya, megoldja a traktor ezeket a problémákat. De hogyha így gondolkozunk, ahogy ez az emberke is gondolkodott, akkor úgy is mondhatnánk a következőkben, hogyha van bulldozerünk, igaz, akkor nem kell hit, hogy hegyeket mozdíthassunk meg. Hogyha van penicillinünk például, hát akkor minek imádkozni, hogy a betegségből meggyógyuljál. Hogyha van egy erős állam, ami kézben tartja az irányítást, akkor mi szükség az egyházra is? Vagy hogyha van tudomány, igaz, mint hogy a cikk is mondta, hát akkor minek az Isten? Hát, ha így gondolkozunk, valóban az emberek sok mindenben elvetik a hitet, elvetik az imádságot, elvetik az egyházt, és ezzel együtt elvetik Istent is. De tudjuk azt, hogy mindezek miatt, hogy az ember így gondolkozik, a probléma bennünk van. A probléma az emberben van, aki ilyeneket gondol. Tehát nem a körülményekben, mert az ember nem akarja elfogadni azt, hogy a Jóistennek van egy megváltási terve, hogy az embert megmentse a bűnből, a nyomorúságból és a halálból. Az embernek ugyanaz a lelki problémája már évszázadok óta, amin senki nem segített, sem valami pszichológus, sem valami lélekbúvár, sem valamiféle tudomány. Tehát itt egyedül csak is a Jóistenben tudunk kapaszkodni, mert az embernek a baja hol van? A baja szívben van. Jeremiás a következőképpen fogalmazza ezt meg a 17. fejezetben, és itt pedig a 9. vers így mondja. Mert csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az. Kicsoda ismerhetné azt. Tehát Jeremiás proféta is megfogalmazza, hogy az embernek a nagy problémája az ő szívében van, azt mondja, mert nem is ismerjük, saját szívünket sem ismerjük, hogy mennyire csalárd az, hogy, és ott van Jézusnak az élete, Jézusnak a
halála, Jézus Krisztusnak a feltámadása, Jézus Krisztusnak a főpapi szolgálat, amit most is végez az ember az emberért, ez az egyedüli megoldás az ember földi problémájára, a bűn problémájára és a halálnak a problémájára. Tehát Jézus hírboltjának a titkához, ugyebár erről beszélgettünk ma este, nagyon is sok köze van az embernek. Nagyon is sok köze van a mi életünkhöz, hogy hogy fogjuk fel, mennyire értjük meg Jézus Krisztus sírboltjának a titkát. De vajon felismerte-e az ember? Hiszem azt, hogy mi felismertük. De nagyon sok ember vajon felismeri-e azt, hogy tényleg mennyi közünk kell nekünk legyen ezen sírbolt titkához. Hadd olvasok egy másik igét, ami erre rávilágít, a János közönséges első levelében, és itt pedig az 5. fejezetben a 11. és 12. versek így hangzanak. Tehát János közönséges első levele 5. fejezetében 11. verstől olvasom. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ugyebár milyen csodálatosan mondja mi számunkra, hogy az üdvösséget mi elérhetjük Jézus Krisztuson keresztül. Azt mondja, az üdvösség ott van magában Jézus Krisztusban. Ő adja az életet, ő adja az örök életet az ember számára. És az üdvösséget mondjuk úgy nem lehet úgy egészen megérteni. Jobb azt a kifejezést használjuk, hogy azt el kell hinni. El kell hinni, hogy valóban az ember eljuthat az üdvösségre. Persze, a Biblia nagyon sokat segít abban, hogy bizonyos fogalmunk legyen, és valamit felfogjunk, és megértsünk az üdvösségből, de teljes egészében megérteni ezt emberi elmével nem mondhassuk el. Jobb az a kifejezés, azt mondjuk, hogy elhisszük, hogy mindezek alapján, amiket olvasunk, amiket az Isten elébünk tárt, amiket a megváltásról tudunk, ebbe bele kell kapaszkodni hittel ahhoz, hogy üdvösségre juthasson az ember. Mert a bűn lényegében azért nagy probléma, mert magába foglal egyfajta válaszfalat az Isten és az ember közé. Egy válaszfalat tesz, és ezáltal elszakadunk az élettől, ami lényegében a forrás, az örök élet forrása ami számunkra. Ésaiás az 59. fejezetében így fogalmazza, vagy így érinti ezt a gondolatot a 2. versben, hanem a ti vétkeitek választanak el titeket istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott. Tehát az írás Ésaiás által is világosan beszél, hogy a bűn, azt mondja, ez elválaszt engem a Jóistentől. Azt mondja, eltakarja a Jóisten orcáját, és így nincs közvetlen kapcsolatunk a bűn miatt a Jóistennel. De amikor Isten fiában és az isteni és emberi természet ismét egyesült, tehát megint érintkezhetünk a mi Istenünkkel. Igaz, tudjuk, hogy van isteni természete volt, Jézus Krisztusnak volt emberi természete is. Mind a kettőben részesült, azt mondja, és mikor ez a kettő egyesült, lényegében ezáltal ismét közünk lehetett, közvetlen kapcsolatunk lehet Jézus Krisztuson keresztül a mindenható Istenünkkel. A mi dolgunk az, hogy elfogadjuk Jézus Krisztus által a megváltást. Hogy nekünk egy személyes megváltónk van, maga Jézus Krisztus. És hiszem, hogy ezt megtettük, de ezt naponta meg kell újítani, ezt az elfogadást. Naponta kell tudatosítani magunkban, hogy igenis, ez én rám is vonatkozik, és ma is bele kell kapaszkodni Jézus Krisztus személyes megváltásába, mert ameddig élünk ezen a földön, igaz, őnek is már beszéltünk a múlt korában arról, hogy jó Istennek a nagy megváltási terven kívül személyre szabottan külön megváltási terve van minden embernek, igaz? Mindenkért meghat, de minden embert külön-külön próbál segíteni, hogy megértse ezt a megváltást, és eljusson az üdvösségre.
Tehát ezért kell nekünk naponta tudatosítani, hogy Jóisten ma is munkálkodik érettem, ma is van terve velem, hogy hogy kerüljek még közelebb hozzá, és ezért ezt a személyes megváltást naponta újra kell éleszteni az én életemben, hogy bele kerüljek, bele engedjem, hogy Jóisten vezessen az ő terveinkbe. Tehát szüntelen érintkezni kell az ő lelkével, és szüntelen, hogy ez a válaszfal ne magasodjon, ne vastagodjon, és ne távolodjunk egyre jobban a Jóistentől, ezért kell nekünk naponta, ha az üdvösségre gondolva, rendezni a mi életünket, rendezni a mi bűneinket a Jóistennel. Ezért kell kérjük azt, hogy az ő élete látható és nyilvánvaló legyen az én mindennapi életemben is. És hogyha ez bekövetkezik, akkor azt mondhatnánk, hogy ha az ember tudatosan él ezzel, nincs több szándékosan elkövetett bűn, hanem akkor az ember vigyáz arra, hogy mit tesz, mit gondol, mit cselekszik, miért. Mert az ember el kell oda jusson, hogy utálja meg a rosszat, utálja meg a bűnt, és ne akarja azt elkövetni, mert tudja, hogy ezáltal ellene tesz Isten megváltási tervének, és szomorúságot okoz a Jóistennek. De hogyha meg is botlik mégis az ember, mi azt mondjuk, hogy hát csak megbotlunk, hát csak emberek vagyunk, hát csak gyengék vagyunk, hát akkor mi lesz? Ha meg is botlik az ember, akkor ott van, hogy ha vigyázatlanságból elesik, azt mondja, az igaz, 7-szer elesik, de fel is kell. Mert nem szándékos az elesés, nem kész akarva akartam én azt a rosszat, hanem valahogy belestem, valahogy mégsem voltam elég figyelmes, de fáj az nekem, hogy rosszat tettem. És akkor megbánom, és felállok, és tovább megyek, mert a szándék az ott van bennem, a vágy, hogy az én Istenemmel találkozzak, és hogy ő neki szomorúságot és rosszat okoztam. Tehát így vagyunk itt mi a gyülekezetben, mint egy kórházban, igaz? Ezt is már sokszor említettük. És lényegében nem más van előttünk, és nem más légkörben élünk, úgy kell elképzeljük, mint hogyha megváltás egy ilyen megmentő műtét volna. Jóisten egy műtő asztalon próbálja az egész emberiség földi történelmét rendezni. És ezen belül ennek a műtétnek a hőse, ennek a műtétnek az orvosa nem más, mint a nagyorvos, maga Jézus Krisztus. És lényegében ő a szabadító, és személyre szabottan egyszerre műt mindenkit. Mindenkire odafigyel, nem akármelyik orvos tud egyszerre két műtétet levezetni. Legalább kettőt le kéne tudja, mert két keze van egy orvosnak, nem? De ezt csak úgy elmondjuk, de a nagy orvos, miért ő az orvosok orvosa? Mert ahány ember van a Földön, mindenkinek az életében műtétet hajt végre. Igaz? Megvan a fő orvosság, mondjuk a fő penicillin, ami mindenkire vonatkozik, Jézus halála, Jézus feltámadása, ezt el kell hinni, és ezt munkálja bennünk, hogy ha ezt elhisszük, ha ezt a mi életünkben valóra váltjuk, megutáljuk a bűnt, és elfogadjuk a neki való szolgálatot, és ezt a műtétet végzi mindannyiunkban. A kérdés az, hogy mennyire engedjük, hogy ezt a műtétet végrehajtsa a ményetünkben. Szokták ezt mondani az orvosi köznyelven, hogy a műtét sikerült, de a beteg belehalt. Sajnos ez így van ebben az esetben is. Mert az isteni műtét, az Isten, a nagyorvos mindent megtesz minden emberért. Sajnos az emberek nem mindig hagyják azt, hogy Jóisten úgy, ahogy ő akarja, véghez vigye a műtét az az életükben. Hány ember mondja ma is, hát ember kéne orvoshoz, hát mit érdekel engem az orvos, hát mit tud engem segíteni, hát okosabb vagyok én. Én vagyok az én magam orvosa, tudom én, hogy mit kell bevenni. És nem mennek, és elhanyagolják, és hova jutnak? Aztán már az orvos hiába akarna se tud rajtuk segíteni. És így van ez a lelki műtét élet szempontjából is. Hogy nagyon sokan azt mondják, hogy nincs Isten, nem foglalkozunk a Jóistennel. Inkább elhiszik azt, hogy van egy halál után élet, és mindent megtesznek, mint az egyiptomiak, és hogy majd ottan tovább éljünk úgy, ahogy ki tudja, hogy mi elképzeljük, mert szerintünk az úgy lesz. De valóság nem úgy van.
mert a Biblia világosan beszél, hogy mi van a halál után, hogy lesz majd a halál után élet, ami majd akkor történik meg, mikor Jézus Krisztus eljön, feltámaszza mindazokat, akik igazán elfogadták őt, akiken sikerült az ő életmentő műtéte a bűnnel szemben, és akkor majd azok örök életet élhetnek. Ez az isteni elgondolás, ez az isteni megváltási terv. És hogyha Jézus Krisztus a te megváltód, akkor valóban nekünk kell ismerni ezen sírboltnak a titkát. Amit két biblia szöveg is visszaad, most már nem keresem ki őket, csak összevonva a következőképpen mondom el nektek. Én élek, és ti is élni fogtok, mondja egyik helyen az írás. És ha így folytatnánk, mert én vagyok a feltámadás és az élet, mert én élek, ti is élni fogtok. Ez a sírboltnak a titka, hogy Jézus Krisztus él, és nekünk nem egy halott Istenünk van, hanem nekünk egy élő Istenünk van, aki meghalt, de feltámadott. És ahogy ő győzött, én is győzhetek, ahogy ő feltámadt, én is feltámadhatok, és ahogy ő él örökké, én is élhetek örökké, ha elhiszem azt, hogy mi történt abban a sírboltban. Jóisten segítsen meg, hogy valóban ebbe kapaszkodjunk bele, ebbe a reménységbe, és így alakítsuk a mi életünket, hogy valóban az ő országában lehessünk mindannyian, kegyelme által. Amen.
Isten tiszteletünk befejezéséül a 71-es énekünket keressük ki, és énekeljük együttesen. Boldog hír jött mennyekből. Köszönjük, mennyei Istenünk, hogy Jézus Krisztusban megtaláljuk a mi üdvösségünket. Köszönjük, jó Atyánk, hogy Te gondoltál mireánk földön, bűnben szenvedő emberekre. Köszönjük, már azelőtt gondoltál reánk, mielőtt eltávolodtunk Te tőled, mielőtt a bűn elválasztott minket a dicsőségtől és az élettől. De köszönjük, jó Atyánk, hogy a Te kegyelmed által minden embernek van lehetősége a megtérésre. Minden embernek van lehetősége belekapaszkodni hit által Jézus Krisztus áldozatába, és ilyen formában készülni a Te veled való találkozásra. Ó, segíts meg, jó Atyánk, mindannyiunkat, hogy érezzük a szükségét a Te veled való szoros kapcsolatnak. Te segítsél meg, hogy naponta tudatosítsuk a mi elménkben azt, hogy Te neked minden nap külön terved van a mi életünkkel, és hogy igyekezzünk a Te akaratodat, a mi akaratunkká tenni, és örömmel szolgálni Te néked, hisz Te minden csak a mi javunkra akarsz, és ezt örömmel tegyük. Öröm legyen a Te neked való szolgálat a mi életünkben, és ezáltal valóban elkészülhessünk a veled való találkozásra.
Kérünk, Istenünk, fogad hálánkat mindezért, és kérünk, hogy a nap további részében is te légy velünk, tehát áldott a mi számunkra, hogy az együttlét öröme, ez teljes lehessen, hogy ne csak egymással, hanem te veled is találkozhassunk. Köszönjük, hogy megsegítesz ebben, és velünk leszel az éjszakában. Amen.
Ezen az istentiszteletünk véget ért, jó Isten áldása és békén maradjon velünk, és egyre nyugodalmas jó éjszakát mindannyiunk számára, hogy holnap ismét együtt lehessünk, és dicsőítessük a mi Istenünket. Amen.